sokszor azon, hogy megyek az utcán, rámosolyog valaki, és tudod, fasz mosolyogsz, tudod, és akkor utána jut eszembe, hogy biztos, hogy lehet, hogy látott valamiből, és akkor, de hogy azért nem, nincs olyan ember, aki állandó, mert találkoztam olyannal is, hogy azt mondja, hogy hát azt hittem, hogy te mindig vigyorogsz, meg hogy te jobbkedvű vagy, de most mi a fasz vigyorogjak egész nap, érted? Tehát, hogy nem, hát nekem is van szarnapom, én is azért nem tudom, hangulatingadozásaim vannak, nyilván valami vicces azon én is kiszakadok, de hogy ez nem az, hogy vigyorogok egész nap, mint egy idióta. Hát. És ezt nehéz ugye kezelni, mert mindenki azt hiszi, hogy minél kurva vicces mindenki. A podcast támogatója a TikTunes. A TikTokon gondolkozol? TikTunes.hu. Sziasztok, ez itt a Szembe Szorer Podcast. Legújabb adásomban ismét lesz egy vendégünk, bármennyire is meglepő, de amíg ezt elárulom, hogy ki az a vendég, aki itt velem szemben a stúdióban, addig szeretném felhívni a figyelmeteket arra, hogy lehet ám feliratkozni a csatornámra, be kell kapcsolni ezt a kis harangot, innen maradjatok le a további tartalmakról. Most pedig ismerjétek meg, hát hogyha nem ismernétek, akkor most megismerjétek Musimbe Denis. Hello, szia! Szevasztok, szevasztok! Nagyon szépen köszönöm, és megtisztelő, hogy elfogadtad, mert hogy gyorsan elmondom, hogy én rád írtam Messengeren, aztán utána te válaszoltál, és aztán én nagyon örülök, hogy így sikerült összehozni, és annak is örülök, hogy megnézted a korábbi adásokat, látjátok, ő megnézte a korábbi adásokat. Legalábbis ezt beszéltük meg. Igen. De hogy igen, és na mindegy, esünk neki gyorsan, mert hogy engem nagyon érdekelt mindig is a saját backgroundom, családi backgroundom, és ezért kérdeznélek téged is rögtön erről. Aha. Mert ugye nyilván félig afrikai, nyilván azt hozzá kell mondjam, tudod, nyilván félig afrikai vagy, de hogy melyik feled, hogy erről mesélj egy kicsit, hogy nyilván ezt is elmondhat szerintem ezerszer, de itt még nem, és lehet, hogy ez így érdekes. Figyelj, nekem zimbabwei édesapám, édesanyám magyar, én itt születtem, de hogy én életemben egyszer voltam ott, szerintem 4 évesen, és semmire nem emlékszem, és nekem nem annyira jó a viszony, vagy hát nincs viszonyom így az öregemmel. Úgyhogy én azóta túl sok minden nem is tudok úgymond erről mondani, mert nem tartom a kapcsolatot, úgyhogy rögtön bekérdeztél így a legelső, megalapozva itt a jó hangulatban. Jó, de nem is, mert hogy igen, de valószínűleg sok, nekem nagy szerencsém van, mert apám Magyarországon él azóta, mióta ide jött tanulni, együtt van az édesanyámmal, tehát... Hú, ez egy nagyon ritka, főként azért a... Ebben a konstellációban. Konkrétan nem is ismerek senki más. Komolyan? Hát igen, igen. És hogy nekem ez a természetes, és ezért érdeklődöm én mondjuk a kongói gyökerek iránt, és ezért mondom mindig mindenkinek, akivel találkozok, és hasonló családi háttérre rendelkezik, hogy érdeklődjön. Aha. Menjen el magát a felnőtt korban. Igen. Mert hogy nagyon sokat tudsz kapni onnan, meg tudsz adott esetben adni is. Abszolút, hát attól függ, hogy most ki miben szocializálódott, mert azért nekem engem mindig édesanyám nevelt fel, tehát hogy nekem a édesapám nem volt annyira részese az életemnek, ezért eléggé eltávolodtunk, és nyilván ez az én saját ilyen karmám, amit így viszek magammal, hogy lenne mit igen megbeszélni, meg így rendezni. Valahogy én ezt így nem annyira élem most így fontosnak, hogy felkeressem, Afrikába el fogok menni, meg el is akarok, de nem biztos, hogy mondjuk a család miatt, hanem amúgy így a vágy miatt, meg amúgy a gyökerekhez, de hogy így nekünk nem annyira jó az apai ágas kapcsolat, és emiatt nincs is bennem annyira nyitottság, hogy így rendezzem ezeket a dolgokat. Édesanyám mivel foglalkozott akkor? Édesanyám, amikor elváltak? Amikor majd megismerkedtek. Hát amikor meg, akkor szerintem még főiskolára járt, ők ott ismerkedtek meg, aztán később egy ilyen szerkesztőségben dolgozott, aztán ingatlan ügynökségnél tevékenykedett, tehát nagyjából ez, de akkor szerintem főiskolán tanult még, amikor megismerkedtek. Csak azért érdekelne, mert hogy nyilván most már van egy életed, ami kialakult, és az erősen a humorhoz köthető is. Biztos, hogy van más aspektusa is az életednek, de hogy én ebben a backgroundban nem látok ehhez vezető utat. Ezt mégis megtalált téged ez a humor. Valaki otthon ilyen humoros volt, valaki, vagy mondta, hogy de aranyos poénokat mondasz kisfiúként, vagy hogy indult el ez otthon? Ezt szerintem így nem tudom, hogy így otthon elindult-e. Nyilván nekem, amióta az eszemet tudom, most azért 38 vagyok, nekem mindig fasságon járt így konkrétan az eszem. Tehát, hogy engem mindig az foglalkoztatott, mindig megtaláltam a legidiótább a haverjaimat, akik ebbe partnerek voltak, mindig állandóan hülyéskedtünk. Nekem erről szólt így minden. Most ez nem tudom, hogy ez
Azért, mert mondjuk azért, tudom én, elváltak a szüleim, akkor, tehát nyilván ennek is megvan szerintem a miértje, hogy miért egy ilyen mencsvár, vagy egy ilyen, van akinek a sportolni szeretem, de vagy a humor az úgy mindig úgy ott volt. És most gondolkozok, hogy volt ennek így korábbi jele, hát ennyi, hogy mindig a hülyesége járt az eszem, és akkor hát, ki gondolta volna, hogy x év múlva meg ebből fogok élni. De hogy... olyan szinten, bocs, közben vágok, hogy én például, én is még álltam a tükör előtt, és próbáltam én is énekelni, nyilván nem lett belőlem énekes, nincs semmilyen fajta ének. De hogy ezt... Szerintem minden gyerek amúgy ezt igen, olyan... de hogy otthon neked ez tetten érhető? Nem, szerintem nem. Szerintem egyáltalán nem. Szerintem ugyanúgy hülyeskedtem, mint bármelyik más gyerek, de nem volt az, hogy akkor én most álltam, és akkor Eddie Murphy-t néztem, és akkor egyszer én is ott volt. Ilyen nem volt. Hát én ezt a szakmát, ezt 7 éve csinálom. Tehát gyakorlatilag 31 éves koromig azt sem tudtam, hogy mit fogok csinálni, mit fogok kezdeni az életemmel. Tehát, hogy érdekes, hogy ez így alakult. Későn érjük. Igen, eléggé. De amúgy sokan vannak szerintem még, akár 40-40 fölött is, hogy még mindig nem tudják. Olyan is van, aki már tudja 10 évesen, de szerintem ritkább. Ez mitől lehet, hogy valaki tudja, és valaki nem tudja? Hát szerintem egyrészt attól, hogyha mondjuk egy jó családba születsz, ahol nem tudom, jelen van édesapád, édesanyád, van egy tök jó kapcsolat, van egy megfelelő egzisztenciális háttered, akkor mondjuk elvisznek, nem tudom, te mondjuk kosarazni szeretnél, akkor támogatnak, hogy elvisznek kosarazni. De mondjuk, hogy az én esetemben mondjuk nekem már dolgoznom kellett, nem tudom, 10 pár évesen, ahhoz, hogy mondjuk tudjak édesanyámnak segíteni, nyilván egy kicsit akkor úgy a fókusz, az kicsit arrébb meg, mert vannak fontos prioritás dolgok is, most nem sajnáltatom ezáltal magam, de nem tudom, ha lett volna mondjuk egy fater, aki mindig így visz edzésre, akkor lehet, hogy akár lehettem volna kosárlabdázó, nem biztos. De és hol nőttél fel egyébként? Én Lipótváros 5. kerület. Aha, belvárosi gyerek. Igen, teljesen. Szemere általános iskolába jártam. De az valamilyen azért egy nyugodtabb közegnek rémlik az én emlékeimben. Az abszolút, nagyon steril, igen, közel a parlamenthez, ugye teljesen jó. Teljesen jó helyen volt, tök jó lakásban laktunk, de teljesen jól így el voltunk, csak akkor még együtt voltak a szüleim, és amikor elváltak, akkor elköltöztünk, de alapvetően a gyerekkorom volt azt a 5. kerületben. Házzal szembe jártam bölcsödébe, 2 utcán jár egy később suliba, illetve óvodába ugyanoda jártam a bölcsőbe. Igen, szerettem az 5. kerületbe, Honvéd játszótéren ott. Ott kosarabdáztam én is. Te is ott voltál? Igen? Hát persze, csak nem ott laktam, csak néha átmentem oda bandázni. A szüleg Honvéd tér. Valakivel össze kellett mindig verekedni, hogy igen. A pálya meglegyen. Igen, szóval igen, az jó. Na de hogy oké, tehát akkor megvannak ezek tehát nem, ilyen picit azért traumatikus élmény ez a válás, hogy így kiveszem a szavaiból, tehát ez a... Hát most figyelj, ahogy utólag visszagondolva, nem tudom, tehát valakinek meg egész életében, nem tudom, bányába dolgozik, nincs mit tenni, tehát most ez viszonyítás alapja, szerintem ahol mondjuk most tartok, hogy amilyen lett a személyiségem, az nagyban hozzájárult, hogy milyen volt a múltam, és hogy azért nem tudom, nehezebb dolgokat is átéltem, de szerintem ez utólag, ennek itt kellett lennie, tehát nem bánom. Azt a részét bánom, amit te mondasz, hogy tök jó, hogy tudod a gyökereket, hogy ez együtt vannak a szüleid, ez egy nagyon ritka dolog, és ezt irídése méltó már szó jó értelmében, hogy ez tök jó, hogy neked ez megvan. Hát én örülök is neki, mert már ezt próbálom nyilván a gyerekem felé és a kislányom felé is tovább örökíteni, hogy ez egy fontos közeg, ez a család. Nyilván Afrikában ez egy másik ügy. Tehát ott Afrikában család a család, tehát ott nincs szociális háló, tehát ott a maga a család a szociális háló, nem fizet TB-t, meg nincs is hova befizetni a TB-t, hanem egy bajod van, akkor alányul a család, és segítenek egymásnak. Szóval nagyon érdekes összetevő. De engedjük ezt a tévet egy pillanatra, és most tényleg ez a humor, ez nagyon pedzeget itt a kis agyamat hátul, hogy indult? Tehát oké, nem álltál a tükör előtt Eddie Murphy-ként, de valamikor egyszer csak fölléptél valahol először. Miért? Meg hogy? 7 éve volt egy ilyen open mic volt Betlentéri Színházban, és akkor előtte már a haverjaim. Mert mindig az volt, hogy amúgy ilyen központi figura voltam, dumálgattam, sztorizgattam, szerettem valahogy ebből így energiát nyertem, hogy adtam, közben nevettek, akkor kaptam is, és akkor valahogy mindig ez volt bennem, hogy akkor én most itt tegyem a fejem, és akkor volt egy ilyen open mic Betlentéri Színházban, ezt már elmondtam így pár helyen, és akkor ott felléptem egy 5 perces dologgal, amit igazából így kb. Leírtam pár lábjegyzetet, de hogy így nem is emlékszem, hogy mit mondtam, vert a víz, nem is akartam felállni színpadra, haza akartam menni, de aztán mondták, ha már eljöttem, akkor csináljam, és onnantól meg így beindult ez, az tök jól sikerült az első. De vagyis ezt te akartál, vagy a többiek mondták? Én is akartam, amúgy kíváncsi voltam, kerestem már akkor így magam, tehát hogy volt egy melóm, amit utáltam,
el voltam, szingli voltam, volt egy kis legénylakásom, tehát úgy alapvetően a mindennapok tök jó voltak, de mégis a misszióm az úgy nem volt meg, vagy ami vagy ki tudok teljesedni, és azért 30 fölött már azért, hát nem azt mondom, hogy kapuzárási van, de azért egy 30 éves ember már azért nagyjából férfiként, és tök nőként is, de férfiként tudja szerintem, hogy merre. És akkor ez volt bennem egy ilyen kis keresés, és akkor ez jött ez a lehetőség, elmentem, és így és tök, annyira jól sikerült, hogy utána egy hozta egyik a másik. Azt te gondoltad, hogy jól sikerült? Vagy nem, jöttek is... oda, jöttek igen. Oda, Bereznai Endre volt például, ő is látta, akkor jöttek oda, nem tudom, adtak névi egy kártyát, hogy akkor majd menjek hozzájuk fellépni, akkor nem tudom, Hapson volt, tehát tök nagy siker volt, amit annak könyveltem, meg éreztették is, hogy jól sikerült. És akkor az adott annyi bátorságot, hogy akkor ne az, hogy ezt csak egyszer lenyomtam, hanem hogy így, hú, várjál, hát akkor ebből lehet, hogy lehet menni tovább. Te, igen, és hova tovább? Te, most mi volt a tovább? Igen, akkor az, mert hogy összejártunk páran, négyen, öten fellépni, mindig elmentünk helyekre, Fröccsér felléptünk, Sörére, általában Piáért mondjuk. Mindig elmentünk, és akkor lett egy ilyen MOSZ, ez a Magyarország Szereplek, kiírta a Comedy Central, meg a Duma Színház, az egy közös tehetségkutató. Hmm. És akkor abban lehetett jelentkezni olyan lelkes amatőröknek, mint mi, és akkor a haverjaimban elmentünk, szintén stand-upoltak, és akkor bekerültünk a 200-ba, ott a 40-be, 20-ba, 10-be, és akkor az első 10, azt hiszem, hogy aki bejutott, az kapott egy ilyen szerződést, hogy felléphetünk, mint vendégfellépők, vittek a nagyok, a mi hatházi. És akkor neked kik voltak a nagyok? Tehát a te szemedben ebben az iparában. Figyelj, Hatházi, Kőhalmi, Áditi szeretem munkásságát. Nagyjából azért én rajtuk, Bödőcs Tibi. Tehát én azért néztem stand-upot, amerikait is néztem, de magyarokat is néztem, és akkor így ők. És akkor hogy viszonyultak ahhoz, hogy itt vannak, te mi vagyunk a nagy öregek, jönnek a fiatal kis csikók, mármint akik ugye újak a pályán, vagy kezdők a pályán, vagy kezdőbbek, mint ők, és hogy fogadják be? Mert én például, hogy meséljek egy történetet voltam, mindig kérdezik, hogy szinkronizálok-e, nem. Egyszer próbáltam életemben, és ugye nyilván olyan dolgokkal kezdesz, hogy tömegjelenet, tehát hogy bekiabálhatsz, hogy jó, tehát semmilyen jelentőségen is, hogy kimondja. Mindenes, nyilván elrontottam azt is, az első helyen volt, tehát ezt sosem életemben nem csináltam, és akkor így összesúgtak a hátam mögött. Na, egyáltalán nem segít ebben az egészben. Tehát a nagy öregek, akik már 3000 éve csinálják, hát nyilván már zsigerből kirázzak a kisújukból, de hogy ez tetten élhető volt a stand-upos közegben is nálatok? Hát figyelj, most őszintén akarok lenni, szerintem aki nagyban volt már akkor is, az abszolút nem zavarta, vagy nem volt egy neki egy ilyen negatív dolog. Nyilván, aki nem volt akkorában, abban volt egy kis irítség, hogy most minek jönnek még újak, de azért ezek, akik nekem mondjuk ilyen, nem tudom, idolok, abszolút szeretettel fogadtak. Nyilván bizonyítani kellett itt is, tehát kicsit olyan, mint egy, nem tudom, a szavannán, ott az öreg oroszlán, ott ilyennek, tudod, ott a falat, akkor úgy vadászgatnak, de hogy akkor bekerültél, végig kell járni a ranglétrát, ahhoz, hogy utána szerintem tiszteletet tudják kivívni, de csak szeret támogattak, meg hát most a hatházitól, engem két estjén körbe mentünk, Lakatos Lacit meg engem vitt, és az rengeteg hely, több száz helyszínen voltunk, mindig a függöny mögött ültem, néztem az öreget, hogy nyomja, aztán tanultam tőle, és abszolút, hogy szerintem jól fogadtak. Te hogy látod ezt a humorista szakmát? Ez egy szakma, vagy egy te adottság inkább? Tehát, hogy a szakma, akkor tanulható, és akkor abszolút. Bármelyikünk megtanulhatja, hogyha meg adottság, és bármelyikünk nem tud humorista lenni, akkor ez nem egy szakma, hanem egy adottság. Én azt gondolom, hogy ez egy adottság, amit lehet tanulni is. Tehát azt gondolom, hogyha nincs meg az alapvető skill hozzá, akkor szerintem ez nem fog működni. Viszont, hogyha van hozzá affinitás, van tehetséged, akkor viszont tudsz fejlődni, szakmailag tudsz tanulni, tudsz járni beszédtechnikára, tudsz acting out-ot tanulni, figyelni, tudsz hatásszüneteket, tehát ez is egy szakma, amiben be lehet tanulni, de alapvetően kell, hogy legyen szerintem. Legalábbis akin látom, hogy tényleg nagyban van ő amúgy is vicces. Aha. De és hogyha most itt lenne egy pár százezer néző, ami remélhetőleg ezt a podcastet kíséri, majd visszatérünk ide, hogy azok közül mondjuk lenne mondjuk 2000, aki humorista akar lenni, azokat mit mondasz nekik most? Tehát most már azért benne vagy egy pár éve. Hát figyelj, ez nagyon nehéz szakma szerintem amúgy. Nagyon sokat változik a személyiséged. Én mondhatom, egy introvertáltabb személyiség lettem most már, mint amilyen voltam, mikor elkezdtem. Tehát most már nem vágyom annyira arra, hogy én mindenhol középpontban legyek és magyar, hanem valahogy elvonulok, megfigyelek, de hogy én azt annyira kiélem a színpadon,
hogy kicsit megváltozik a személyiség. Mit mondanék? Nagyon sok kilométer kell, ez mindenképpen, meg kell találni a hangodat, tehát most nem tudom már, szerintem 1000-nél szerintem bőven több fellépés van a hátam mögött, és nagyon sokat változott a személyiségem színpadon is, meg amúgy is. Tehát, hogy először még nem néztem az emberek szemébe, mindig elnéztem ott a fej mellett. Most meg már nem érdeke, ott van nem tudom, 500 ezer ember, végig pásztázom, fel akarom venni a szemkontakt szeretet. Most már élvezem azt a részét is, ami régen para volt. De ahhoz, hogy most már bele tudjak nézni a szemükbe, ahhoz most már, tehát végig kellett azon mennem ezeken, hogy nem tudom, öklendeztem a függöny mögött, bele is lókázgattam, igen, ezt is elmondtam már párszor, igen, levert a víz. De amikor megszűnt a függöny, akkor kimegyek, és ez megszűnik, ez csak előtte van. Nagyon hadartam, nagyon gyorsan beszéltem, túl akartam lenni rajta. Nem tudtam úgy élvezni a színpadi jelenlétet. Tehát, hogy ezeket a buktatókon át kell menni. Kilométer kell, sok nagyon... meg kellene nézni, vagy hallgatni tudod, hogy ki milyen, és akkor lehet úgy. Mert sokan azt hiszik, hogy viccesek, vagy lehet, hogy azok is, csak aztán a színpad meg azért az nem olyan, mint amikor egy társaságban elkezdesz poénokat mondani. Igen. Igen, de ja, ez tényleg érdekes. Nekem is volt egy párom, egy lány, aki akart ezzel foglalkozni, és tök érdekes lett. Biztos, egy párom, egy lány. Ja, most hozzá kellett. De hogy, és még akkor még nem volt Fekete Anett. Tehát előtte az kormos. Kormosanek, bocsánat. Akkor ő lehetett volna az első lány, és nagyon-nagyon érdeklődés övezte meg minden, és nem jött be, mert nem volt, valami nem jött át. Tudom, az Anettban? Nem, arról lányról beszélek, ja, akivel együtt voltam. De most ő várja az elejét, most akkor nem volt, hogy akkor ő is fellépett, vagy ő? Próbálkozott, igen, ő próbálkozott. Nem ment át valamiért, pedig volt komoros egy volt, jól nézett ki, de minden de kinek nem ment át? Senkinek, tehát alapvetőleg a közönségnek nem ment át. Tehát, hogy színpadra is állt? Igen. Aha. Figyelj, ez egy szubjektív dolog. Én nem tudom, ki ő, ezt lehet tudni, hogy... Krizsa Timának hívták, vagy hívják ma is, úgy, remélem, tudom. Figyelj, ez érdekes, hogy akkor ez miért nem, ezt nem, én róla nem hallottam, de hogy ez egy szubjektív dolog, hogy kinek mi a vicces, de hát most csajok közül a Ráskó Eszti, a Ács Fruzsi, tök jó, tök ügyes humoristák vannak. Már. De ez tök jó, hogy vannak csak. Ja, abszolút. Én imádom, nem tudom, nézel-e külföldit, mert mondtad, hogy igen, de hogy én franciát nézek, franci stand-upot, mert ugye a kongói háttér miatt megvan a francia nyelv, és azt szeretem, hogy ott mindenről is lehet stand-upolni. Ez Magyarországon megvan? Vagy itt azért megvannak azok a határok, amik kereteket adnak el, hogy mit, miről is beszélsz a színpadon? Szerintem nincs. Ezek céges fellépéseknél akkor szokott, hogy jön akkor a szervező, hogy hát akkor itt a politikai dolgokat ne, meg hogy ne annyira káromkodjunk. Csak én meg el szoktam mondani, hogy mondjuk engem hív, akkor nyilván tudja, hogy én szabad szájú vagyok, és valamennyire odafigyelek, de hogy én most nem fogok azon feszülni, most akkor most mit nem mondhatok, én elmondom az én munkásságomat, amit én szeretek. Tehát, hogy én nem nagyon szoktam, nem is azt betartani, de hogy finoman szoktak utalni, hogy mit lehet, mit nem, de szerintem ezt amúgy nem annyira foglalkoztatja ez a humoristát. Normál esetben, hogy most akkor... Na, hát, hogy... akkor te mindenről is tudnál. Én valamik nem érdekelnek, tehát hogy valamik nem foglalkoztatnak. Azokról mondjuk nem, de csak azért, mert nincs hozzá érzelmi kötődésem. Tehát szerintem azok a jó anyagok színpadon, amikhez van érzelmi kötődésed. Legyen ez szomorúság, vidámság, legyen bármi, de hogyha valami kötődsz hozzá, arról tudsz élvezettel, állítattal beszélni, sztorizni. Valami ez nekem nincs. Tehát én olvastam egy interjúba, hogy azt mondtad, hogy volt egyszer egy, és egy picit most érintsük a color témát, egy nagyon óvatos van, tehát a bőrszín kérdés, majd ez egy érdekes, mert mégiscsak egy színpadon áll valaki kiemeltebb helyzetben, mint a néző, és hogy volt egy fiszkó, akivel összeakadt a tekinteted, és azt láttad, hogy na, ami nem vagy neki szimpatikus, a végén meg ő tapsolta le. Hát a testbeszéd, ott keresztben volt, mondjuk én is szoktam így, és nem biztos, hogy azért, mert hogy az a testbeszédem, de hogy látom, nézd, ezt egyszer látod. Meg én az a baj, hogy én még mindig ki vagyok hegyezve, tehát nem annak örülök, hogy mondjuk nem tudom, 500-an nevetnek, hanem azt mondjuk ketten nem annyira. Tehát, hogy én, de ez egy ilyen, nem tudom, ez beállítottság, vagy hogy miért erre fókuszálok. Mondjuk már kevésbé zavar, mint rég. De hogy azt láttam rajta, hogy akkor nem annyira éli. Aztán a végén megtapsolt és nevetett. És minek volt köszönhető szerinted? Hát én fogalmam sincsen, amúgy nem tudom. Lehet, hogy volt olyan téma, amivel tudott azonosulni. Az a lényeg szerintem, hogy ez is olyan, mint egy filmre beülsz. De nagyon nehéz másfél. Ha jó a film, akkor nyilván be tudsz szippantani. De azért ezek az emberek, bármilyen ember, aki beül, 6-7-kor, az lehet, hogy volt egy szar hete, egy szar napja, összeveszett ezzel az. Tehát az a lényeg, hogy te ki tudjad őket rántani ebből. Ehhez pedig azt kell szerintem, hogy élvezzem azt, amit csinálok, és át tudjam magam
adni nekik, mert úgy tudom őket berántani. És akkor lehet, hogy volt egy olyan téma, amihez azt mondta, hogy fú, baszikát nekem is a feleségem ilyen, és akkor az úgy felszabadította is. Mert sokszor ez ugye nem rólunk szól előadókról, hanem ő felismeri a saját kis bukdácsolását, a saját kis gyengeségét bennünk, vagy azokban a történetekben, azokban a sztorikban, amiket mi mondunk. Tehát, hogy ez szerintem érdekes ez is. Te hova helyezed magad ebben a humorista társadalomban? Tehát fönt vagy az egyik top, vagy a felső közép, vagy a közép, alsó közép, tehát hogy neked van-e egy egészséges állátásod arra, hogy te hol vagy ebben? Figyelj, én ezt 7 éve csinálom, azt gondolom, hogy ahol most tartok, 7 év alatt, szerintem az egy, mondhatom, ez egy tök szép eredmény, és hálás vagyok azért, hogy ott tartatok, ahol tartok. Van igény arra, amit csinálok, hál' Istennek teltházas előadások vannak Pesten és vidéken, nyilván a videóknak is szerintem köszönhető, de én azt gondolom, hogy szerintem jó vagyok abban, amit csinálok. Azt viszont hozzáteszem, hogy nagyon sok fejlődni valóban, látom, hogy azért nem tudom, Hatházi, Kovács András Péter, látom, hogy miket töltenek, meg látom, hogy milyen stand-upot tolnak, tehát hogy azért van hova eljutni, de szerintem jó úton vagyok, de fejlődni folyamatosan kell. De tisztában vagyok így a képességeimben, meg tisztában vagyok az úttal, amin így vagyok. De most mondom, hogy kurva jó vagyok. Miért lehet, hogy simán? Mondanám, nem vagyok amúgy szar, de most nem akarom saját magam reklámozni, de jó vagyok abban, amit csinálok, de van hova. Ugye mondják, hogy a munkát ne vidd haza, meg hogy mondják, hogy a humorista az mindig humoros, mert hogy nagyjából alapvetőleg az alapvizat, de hogy ez hülyeség. Fasság. Hát most bemegyek, nem tudom, reggel viszem a gyereket bölcsödébe, múltkor bevittem korábban, az nem tudom, 8 óra, én nem vagyok egy reggeli ember. Akkor 7:30-kor bemegyek a Pékhez, kérek egy kakaós csigát, és akkor azzal nyit, hogy aj, de jó, hogy bejött, olyan szarul indult a napom, hogy akkor mondjál már légy szíves valami vicceset. És tudod, baszakat, nem tudok vicceset mondani, hát nem látok ki a fejemből, konkrétan haszon visszadőlnék, és most akkor szól, tehát hogy nem, ez nem így van, ugyanúgy vannak szarnapjaink, meg mindig az érdekes, hogy sokszor az, hogy megyek az utcán, rám mosolyog valaki, és tudod, azt mosolyogsz, tudod, és akkor utána jut eszembe, hogy biztos lehet, hogy látott valamiből, és akkor, de hogy azért nem, nincs olyan ember, aki állandó, mert találkoztam olyannal is, hogy azt mondja, hogy hát te azt hittem, hogy te mindig vigyorogsz, meg hogy te jobbkedvű vagy, de most mi a fasz vigyorogjak egész nap, érted? Tehát, hogy nem, hát nekem is van szarnapom, én is azért nem tudom, hangulatingadozásaim vannak. Nyilván valami vicces azon, én is kiszakadok, de hogy ez nem az, hogy vigyorunk egész nap, mint egy idióta. Hát. És ezt nehéz ugye kezelni, mert mindenki azt hiszi, hogy minél kurva vicces mindenki. Persze, azért kérdezem, de egyébként ez egy kettős dolog, mert hogyha van már egy gyerek, akit neked otthon szórakoztatnod kell, tehát igazából, amikor hazamész a munkából, amikor el kéne dobni azt, hogy mit csináltál egész nap otthon, neked szórakoztatni kell. Hát igen, de figyelj, az én gyerekem az nem tudom, 3 éves, 2 év, 8 hónapos, és most a nagymamája vett neki egy barackot, egy ilyen gumibarackot, egy ilyen automatával, ami néz ki, mint egy segg. És a gyereknek lentesz, és kiszakadt. Tehát hogy most per pillanat ott tartunk, hogy hál' Istennek annyira alacsony az inger küszöb, hogy igazából mindenek körül. Tehát meg most meg ő más, tehát annyira, nem tudom, tiszta ilyen gyermetek, annyira ilyen kis, tudod, érintetetlen, annyira mindennek örül, boldogságnak. Én technikailag analfabéta vagyok, most kicserélték a, úgyhogy nem is jut eszembe, a routert, és akkor a feleségem mindig le volt, hogy nem tudok egy képet, az tényleg így valami most feltenni a falra, de hogy a gyereknek meg a router be kellett állítani az új wifi kódot, és a gyerek figyel, apa, köszi, és hogy meg, mint hogyha valami technikai óriási újítást csináltam volna. Neki te vagy az Isten? Hát igen, de közben meg érted az asszony, meg leoldva, azért, hogy nem tudok becsavarni egy villanykörtét, tehát hogy így attól függ, hogy kidefi. De hogy éled meg ezt az apaságot egyébként? Imádom. Igen, hát ez a legnagyobb dolog. Az elején még kicsit úgy kummantottam, kicsit féltem így a felelősségtől, de mondjuk hozzáteszem, ami nagyon picit, és emlékszem, a nagyobb gyereked van. Több gyereked van? Egy. Amire hogy akkor, amire tudsz. Igen, ez fontos, mondjuk kihangsúlyozni. Hogy az elején még úgy féltem, de hogy most ahogy egyre nagyobb, és kialakul a személyisége, hát imádom. Hát úgy örül nekem, figyelj, hogy vele vagyok, nem tudom, délelőtt játszunk, leviszem a szemetet, visszamegyek, és persze, mint hogyha 4 év idegen légióból jöttem volna, az pedig csak a kukát vittem. Úgy örül a gyerek, tehát, hogy annyira szeren, nagyon nagy flash az apas. Nem melós, ilyen melós, tülelem, de szeretem nagyon. Meg az, hogy lányom van, hát a lány, ez figyelj, csicskába rak fél perc alatt. Tehát, hogy így, nem tudom, így a játszótéren voltunk, hogy akkor 3-ig számolok, és akkor, és nem tudom, már 600-nál jártam, de ugyanúgy telibe szalja a gyerek, hogy akkor most én mit mondok. Próbálok nevelni, meg szigorú lenni, de elrögöm magam. Ja, úgyhogy, hát akkor lesz paralmuk. Neked lányod van, fiad? A lányom van, 10. Jó, az még akkor, de amikor jönnek a srácok, azt nem tudom, hogy lehet. Én is így voltam ezzel.
és folyamatosan engedem el ezt. Tehát nem tudatosan, nem egy lekopik ez az érzés. Igen, mert hogy ezen kattogsz, hogy úgy lesz, mint amikor a Will Smith meg a Mark. Igen, hány éves vagy, Cula, 30. Igen, csak az nagyon nagy. Csak hogy azt nem tudom, te látod-e magadon, hogy régebben volt egy 16 éves csaj, nem tudom, kis mini szoknyában, és akkor néztem, hogy akkor 17 éves. Régen, én is 17 volt. Tehát egy 17 éves, akkor azt hiszem, nagyon jó. És látok egy 17 éves lányt, és gondolkozom, hogy apja nem szólt, hogy ne vegyen fel ilyen rövid szoknyát. Tehát ez, és úgy vált. Igen, úgy. Persze, de már az el kell engedni. De nem is tudatosan fogod ezt elengedni, hanem én is így indultam, aztán amikor kiderült hogy a Kristófkába szerelmes vagyok, mondom, ki ez a Kristófka? Mondtad, hogy ott ott egy kisfiú, tudod, ilyen kisgyerek, ilyen cuki. Hát most értem. Kiskolán kapsz az életi neki tudod, a sokkomba. Mondtam, azért Kristófka, az odafigyelj. Aranyosak voltak nagyon. Szóval ez így elmegy magától. De figyú, egyébként érzel valamilyen fajta küldetéstudatot azzal, most lehet, hogy belemagyarázom én ezt az egészet, de bennem volt ezzel a család és kulturális háttérrel egy olyan fajta egy ilyen megfelelési kényszer, vagy megfelelési vágy, vagy bizonyítási vágy mindenki felé is, hogy igenis, én meg tudtam csinálni. Tehát, hogy apám ilyen, anyám olyan, innen származik, onnan származik, és ennek ellenére. Még nekem volt azért a 90-es évek elején egész sok verekedésem az utcán. Ez igen? Persze, rengeteg. És meg azt olvastam valahogy, neked nem nagy... De hány éves vagy? Mikor születél? 1875. Te 75-ös vagy, 84-es vagy, tehát 9 év van közöttünk. Figyelj, én nekem szerintem mondom, két eset volt. Egyszer mentünk, nem tudom, 20 éve korcsolyázni, és skinheadek körbeálltak a Hősök terénél. De hogy lehet, hogy amúgy az, hogy sőt, biztos, hogy neked még nehezebb volt korábban, tehát abban az időben, amikor te voltál 10 éves, akkor talán még kevesebb fekete volt itthon, és valahogy még, nem tudom, az én hál' Istennek nem tudok olyat kiemelni, ami most ilyen nagyon durva lett volna. Lehet, hogy én vagyok ilyen, nem tudom, szemüvegben, de hogy így szerintem akkor sokat változott ahhoz képest az én gyerekkorom, mint mondjuk hát, a tiéd. Vagy te amúgy is ilyen balhé és bunyós volt? Amúgy is vagy? Suliban nem, az utcán igen. Aha, de tudtál bunyózni? Hát megtanultam, előbb-utóbb, nem akartam nagyon mindig megverjenek. Igen, az nem annyira menő. Átrakják az alapszert. Nekem ez kimaradt, hál' Istennek. Tehát, hogy lehet, hogy a te időszakodban ez még nehezebb volt. Sőt, aki nálad mondjuk 10 évvel idősebb, neki meg valószínűleg még nehezebb volt. Oké. Hogy mondjak egy személyes sztorit? Na. Van két ember, aki most így mondom, aztán a végén megértett, hogy miért így mondom. Aki egy húzza a terhet, vagy egy teher a vállamon, az egyik a Kálid Artúr, a másik meg te. Mert megyek az utcán, bárhova, két emberre kevernek össze állandóan. Így jön a csávon, Kálid Artúr, ez az egyik, a másik, Muzsimé Denis. És hogy így egymással szembe ülünk, nem hasonlítunk egymással, cseppet sem. Hát kicsit amúgy, nem? Mindig állva. Hát szakál. Jó, de fülünk van. Ilyen szempontból mindenki. Igen. Engem is hasonlítottak már amúgy hozzád. Igen, volt ilyen. Igen. Hát tudod, kezem nagyon kell. Igen. Hát figyelj, piaci réhek, kevesen vagyunk. Hát, fel tudnánk lépni ketten. Hárman is szerintem. Egyszerre. Konkrétan. Egy helyen ugyanazon ér. Igen, valószínű, igen. Ami nincs. Igen. Hát ez fura amúgy, nem figyelnek az emberek szerintem, vagy a névre se. Nekem mindig az volt nem tudták kimondani a nevemet, szerintem ezzel te is találkoztál ezzel a jelenséggel. Nem figyelnek igazából, nem, hogy így bemutatkozol, én is sokszor bemutatkozom, és akkor így figyelnek, vagy nézem, de hogy így nincs meg, hogy akkor most mit is mondott. Nem tudom, hogy miért kevergetnek amúgy össze, mert... Érdekes, csak egy anekdóta, érted? Ja. Megolvastam még egy másikat, ami nagyon érdekelne, hogy föl is írtam. Afrikaiként elmentem Indiainak egy cigány helyett, aki pakisztáni lett. Ez micsoda? Nagyon sok, de most is van nagy játékfilm, amit itthon forgatnak, ugye, sokkal kevesebb költségvetésből. De ezt nyilván tudom, hogy te is ebben benne vagy. És volt, nagyon sok filmben volt, ami a statiszta. Aminek az olyan ügynökség, aki kimondottan ilyen... Satkókat. Igen, és akkor tényleg olyan, mint a nem tudom, nem voltam sitális, nem csak akarok menni, de hogy az van, hogy elmész, Magyarország, nem tudom, keresztúra forgatni, és akkor van egy váró, és akkor ott ülnek, nem tudom, az ázsiaiak, ott ülnek a feketék, ott ülnek a cigány, és akkor ilyen raszban van mindenki, és akkor így megy a méregetés, tudod, és tényleg olyan, hogy így úgy van eladva, hogyha most nem tudom, kell pár indiai, akkor
És akkor én elmentem keresztúrra forgatni, Banglades volt egy indiai reklám, tehát Banglades volt a helyszín, de amúgy keresztúr, és egy cigány srác tényleg, ő ment volna helyettem, de ő meg lemondta, mert ő meg egy pakisztáni fogorvos kasztélyra elmegy egy másik ügynökséghez. És ez tényleg így van, hogy afrikaiként elmentem indiainak egy cigány helyett, aki végül pakisztáni lett. Ez zseniális. És amúgy kurva jó, hogy így van. Ez a mondás, ez nagyon jó. Jaj, vicces, vicces. Én a Nizzába jártam egyetemre, és ott volt, megismertem egy félig izraeli, félig magyar fickót, akinek volt egy pipsója. És a pipsóban egy palesztin biztonsági őr volt, és rottweilerei voltak, mint német. Óriási, kutya. Óriási. És a János megkért engem, hogy tanítsam már meg a két szolnoki lányt, franciául olyan szinten, legalább a bugyit meg a gyümölcsöt megvegyék egyedül. És akkor előtted van ez a zseniális, izrael, magyar, palesztin, német, kongói. Imádom. Én amúgy ezt nagyon szerettem, nagyon tudok azonosulni. Meg nagyon tudok azzal, hogy tudom, elmentünk New Yorkba, életem először, nekem az ilyen bakaslista volt feleségemmel, és hogy tényleg egy ilyen szálloda a recepciója, hogy bementünk, egy két méteres fek a csávó, ki volt pattintva, mini szoknyába, magas sarkúba, kék hajjal. És tudod, így néztem, de rajtam kívül, hogy kúcsa lehessen szarta, hogy hogy néz ki. És hogy ezt láttam, hogy újra, hogy sétált, én szerettem nézni az embereket, amúgy itthon is. És hogy mindenki az lett, aki úgy lenni akart. És hogy így, én nem tudom, én ezzel tudok azonosulni, mert hogy így senkit nem érdekelt, hogy ki hogy néz ki. És valahogy ez itthon, ha nem tudom, rövidebb a hajat, ha fülbe valód van fiúként, ez még mindig az, hogy megnéznek, még mindig be kell feszülni, hogy mit vegyél fel, és hogy és bennem régen is volt mondjuk a színpadon, hogy az mindig inget vettem föl, mert láttam az öregéktől, hogy akkor ezt így. De most már úgy vagyok, hogy fel akarok venni egy fasz a lépőt, egy rövid ujján, akkor fel, mert ez vagyok én, és hogy akkor most, ha én színpadon állok, akkor már nehogy már én alkalmazkodjak, érted, hogy legyek az, aki én lenni szeretnék, és akkor másra néz, akkor lehet, hogy ilyen inget is fel lehet venni, pedig én nem mertem. Tehát, hogy van ennek egy ilyen... Ezért mondtam az elején, hogy nagyon személyiségfejlődésed, az tök jó, hogy változik, ahogy érettebb leszel, ahogy egyre jobban teret tudsz adni szerintem magadnak, hogy miről beszélhetsz, hogy így mint egy kis hagyma, kis rétegeket tudod így levetkőzni. Fontos neked a tolerancia egyébként? Tehát ez egy, mondhatjuk azt, hogy ez valamifajta misszió. Az amúgy tök jól látod, ez missziónak fogom fel, mert nekem ez az. Tehát, hogy a Lakatos Lacival járjuk az országot, és az ott egy cigány srác, egy fekam, akinek arab formája, és ott ülnek az emberek, ez abszolút az elfogadásról is szól, és igen, ez egy misszió, hogy igenis fogadjuk el, hogy igenis, ha nem is szeretjük a másikat, de legalább toleráljuk olyannak, amilyen. Szerintem ez egy tök fontos dolog amúgy, hogy ezt próbáljuk így üzenni. Igen, abszolút missziója. Te súly, azt hogy érted meg, hogy nyilván először az ember föllép valahány embernek, majd nulla embernek, majd 13 embernek, majd 20-nak, és egyszer csak full house-okat csinál. Tehát ennek is van egy olyan fejlődése, mint szakmailag, amit emberileg is le kell tudni követni. Igen, ez azért nagyon nehéz, mert amikor a hatházival mentem, az összes előadás full house volt, függetlenül attól, hogy nem rám vették egyet, hiszen én csak egy felszopó voltam, mert úgy hívjuk a szakmában. De hogy nem tudom, én kiléptem fel a hatházival, meg a Lakatos Lacival a hatházira, Phoenixbe 2500 ember, tehát 10 000 ember előtt. És hogy ez azért nehéz, mert hiába nem rám veszik a jegyet, de akkor, amikor kiállok oda, akkor abban 20 percben, addig csak én vagyok ott a hatház, addig hátul van, és nekem kell azt megcsinálni. Tehát ezáltal szerintem megerősödtünk, és hozzászoktunk azt, hogy milyen a nagyon nagy közönség. Nem azt mondom, hogy természetessé vált, de ez segített abban, hogy most már mindegy, hogy 10 ember előtt lépek fel, 500, már nem az, hogy nem érdeke, örülök a sokan, de már nem feszülök be azon, mert amúgy nem is látod, hogy mennyien ülnek ott, másrészt meg már ez nincs. És hogy jutottunk el idáig, hogy az elejét most gondolkozom, hogy volt, hogy az első fellépésem, nem is tudom, hogy mennyien voltak. Nem, azon, hogy 2 évig mentünk a hatházival, és akkor utána megcsináltuk a Lakatossal a közös, igen, azon már tök sokan jöttek, és akkor az ott körbe turnéztuk így az országot, talán az is 2 év alatt. Nem nagyon volt olyan, hogy kevés ember előtt lépte már az önállóban, mert ugye a Lakatossal meg a hatházival már annyira megismertek minket, hogy hál' Istennek már eljöttek a miénkre. Olyan volt, hogy céges felépésen ültek heten. Olyan volt. Ez jó cég. Jó, igen, annyira jöttek el. Az más mondjuk a céges. De és figyelj, ez a social media használat, ez még érdekelne, hogy mennyire tudatos, és hogy mit köszönhetsz neki, vagy mit nem köszönhetsz neki. Olyan szempontból tudatos, hogy nekem van egy nagyon jó cimborám, Monkeynek, Rotis Tomi, a legjobb barátom, és ő már szerintem ilyen
hát most a 20 éve közel a legjobb barátom, és őt mindig érdekelték a kamerák, mindig vett fel dolgokat, informatikai számítógép gurú már tudom, játszott kiskora óta, és akkor a faterjának volt egy kamerája, és akkor mi jártunk bulizgatni, akkor nem tudom, bebasztunk, és akkor hazamentünk, és akkor itt elvett a kamerát, és akkor lementünk, nem tudom, hogy bokorról magyarázta, de volt bennünk az, hogy én tegyem a fejem, ő meg felveszi. És nekünk ez így, valahogy ez így jött. És akkor az, talán az ő hatására is ezt elkezdtem, ezt a social médiát, 7 éve, vagy talán 8 éve. És hogy ezeket a videókat mi nem azért kezdtük el, hogy most nem tudom, nagyba legyünk, vagy hogy sok ember ez egy szórakoztatott minket maga a tevék. Ő imádta a kamerát, nem tudom, buzerálni, és szerettem tenni a fejem, és akkor valahogy ez tök jó működött. Utána megvágta, befényelte, és tök jó lett. És akkor egyre többet csináltunk, ahogy egyre többet csináltunk, annál jobb lett, szerintem minőségibb lett. És aztán elterjedt egyszerűen az emberek felé, és nagyon sokan megnézni. Mi nem gondoltuk, hogy amúgy ezt ilyen kurva sokan meg fogják nézni. Sose tettünk rá pénzt, tehát ez mind ilyen organikus elérés, ami tök jó. De hogy nem sokan csináltak szerintem ilyet, tehát hogy így jó időbe kezdtem. Most már azért szerintem sokkal több tartalom van. De fiatal, téged nagyon szeretnek. Azt ez most megosztó. Szerintem igen. Nem tudom most, mi számít, nem tudom. Tehát, hogy azt tudom, hogy sokan megnézik, sok like van rajta, sokan eljönnek az előadásomra, igen, szerintem sokan szeretnek, de nem biztos, hogy mindenki. Ezt nem tudom, hogy így most mennyien szeretnek, vagy hogy mennyien. A videók azt mutatják, hogy igen, azt szeretik ezt a tartalmat, és szórakoztatja őket. Tehát, hogy ez, ja. Ez igen. Érdekes, hogy ilyen 7 évvel ezelőtt indult el gyakorlatilag minden. Igen. Előtte mit csinált? Hát nem sok minden. Hát utoljára WC-papírt állultam, ipari WC-papírt, ezt is elmondtam már pár helyen. Igen. CSS voltam, budipapírt, kéztörlőt, ezt. Uh-huh. Ezt csináltam. Akkor azelőtt ilyen építő, telemarketinges voltam 7 évig. Tehát de akkor ez csak ilyen vegetáció volt akkor, nem ezekhez nem, képest? Nem, mert az értékesítés, azt értékesítettél már valaha telefonon? Ja, úgy nem. Ez a hideg hívás? Az. Nem soha. Az is ebben volt olyan, hogy faxos, tehát volt meleg. De hogy az nagyon durva, tehát az, most, hogy mondjam, felhívsz, építőipari reklám cégeknek kellett termékeket, felhívtam 100 embert, nem tudom, 70-en elküldtek az anyámba, de hogy tényleg elküldtek. Akkor 10 meghallgattak, 5 azt mondta, hogy jó, és jó, 3-ból lett valami. És volt olyan kollega, aki nem tudom, bejött hétfőn, és kedden felállt, elsírta magát, ő ezt nem bírja. Csak nekem meg így, nem tudom, valahogy így, ott jöttem rá, hogy én nem akarok fixére elmenni dolgozni. Adrenalin volt, ilyen iszonyat flow volt, beszéltem, mondtam, és ott tanultam meg, mert én szeretem az embereket amúgy, meg én nyitott vagyok feléjük, és meghallgattam a problémájukat, nem is érdekelte, hogy én mit adok el nekik, szerintem ott leszarták. Csak kialakult egy kapcsolat, és amikor legközelebb visszakaptam az anyagot, akkor már felírtam magamnak, hogy nem tudom, most vált, ott a kutyája, szereti a, nem tudom, Ácsi Milán, és akkor így az volt, hogy már tudtam, miről beszél, be tudtak azonosítani, és egy tök jó, hát én most nem szóval, hogy pszichológus voltam, de arra pár perc, amíg beszéltem, tulajdonképpen lehet, hogy de az voltam. Ja, és akkor így, ez így jött. Kisfiúként, hogyha most így visszatudnám magadhoz szólni, hát most nagyfiúként a kisfiújainak, ha lenne valami olyan üzenet, amit elmondanál magadnak a múltban, ezzel a fejem? Szerintem az élsportot, igen, hogy menjek el csapatba, az nekem nagyon durván jelzik. Az, hogy most voltam az atlétikai VB-ben, voltunk családdal, én nagyon, most pontos, nem, a váltók kívül nem annyira nagy csapatsport, ugye, de hogy mindig akartam egy profi csapathoz tartozni, és megélni a sikereket, kudarcokat, akkor azt mondanám, hogy menjél el egyesületbe, és akkor ott azt nyomassad, minden nap menjél edzeni. Ezzel sokat gondolkozom amúgy. Uh-huh. Hogy most szeretnél valamit csinálni? Most járok, nem tudom, dobóedzőz, meg járok a sarazgatni, de most 38 évesen már értem, veteránnak számítok. Uh-huh. De hogy akkor fiatalkorban, a kosárlabdát imádom, nincs meg hozzá annyira magasságom, de akárha akkor foglalkoztunk volna vele, lehet, hogy lehettem volna amúgy így valaki. Legalábbis én így ezt gondolom. Hát figyelj, még bármi is megtörténhet, még mindig is, de... Öreg fiúkba. Ja, el kell menni veterán VB-re. De olyan, hogy igen. Parádé. Na, hogy még két kérdés a végére, hogy a legek. A legmagasztosabb élményed, vagy történet, ami neked volt az életed során, az eszedbe jutott, ami azt mondta, hogy na, libabőrös vagyok tőle még ma is. Hú, ez most nehéz. Hát figyelj, a kislányom születése az egyik, amikor parkolóhelyet beindult a szülés, akkor a feleségem már benn volt, én parkolóhelyet kerestem, és akkor beszaladtam, és akkor felvettem ezt a kis üzét, és bementem, hogy hol a feleség, és hozták a kislányt. Itt van, és akkor így. És megfogtam, és akkor ez így, ja, hát te is tudod, apaként, az nagyon durva.
az ilyen felfogható. Még sokszor most jön 3 éves, de mindig nézem, hogy ez milyen csoda, hogy itt van. Akkor talán fellépésekben most nem tudok egyet kihangsúlyozni, de volt már, ami ilyen nagyon ilyen iszonyat flash volt, amikor úgy így áramlok, én is áramlok, a közönség is, és kialakul egy olyan kapcsolat, amit ilyen nagyon durva flow élmény, nagyon kiráz a hideg, vagy libabőrös leszek. Azt, hogy azt megtapasztalhatom, azt akár nap, mint nap, az nagyon nagy flash. Pont ezért élek meg amúgy nagyon sokszor ilyen magasságokat, és utána meg lemegyek mélyre, mert azért azt fenntartani tudod, hogy azért lejössz, és nem tudom, kurva nagy röhögések, vastapsz, lejövök, elszívok 2 cigit, remeg a kezem az adrenalittól, és utána visszamenni a hétköznapokba, ez picit azért úgy néha sokszor nehéz. De tudod, a Forma 1-es versenyzőnek is meg kell várni, amíg a verseny után átül a civil kocsiba. Nagyon durva, hát átott meg főleg, hát az meg még extrémebb, persze. Kell egy kis szereppel. Igen. Hát, mert és a legrosszabb, vagy a legolyan élmény, amiről nem is akarsz beszélni, de hát most én felteszem a kérdést. Fú, legrosszabb élmény. Fú, hát ott meggondolkozni kell. Legmélyebb pont, az is egy hasonló. Hát, nem is tudom. Hát most ez nem annyira mély, vagy hát nem tudom, hogy laktunk egy albérletbe, és akkor anyukámmal, ezt nem tudtuk fizetni, és akkor elvittek egy anyaotthonba minket. Az mondjuk lehet, hogy az anyaotthon az ilyen szociálisan hátrányos helyzetben lévő anyukák gyerekeike nem tudnak hova menni, és akkor én nem töltöttem be a 16 lehet, vagy 15, nem tudom, valami ilyesmi volt, és akkor az albérlet, tehát az albérlet, amit mi kivettünk, felpakolta a cuccunkat az emberke, amikor ott a bútor kész, és akkor mentünk az anyaotthonba, és akkor mentünk oda. Az egy ilyen volt szerintem. Mm. Ja. Az nem volt annyira vidám így a végére. De nem az van, hogy minden áron, aki humorista, aznak viccelni kell, ugye ezt meg... Nem, hát, de én ezt nem is szégyellem, hát most ez van. De tettől vagy az, aki? Meg mondom, volt mindig, nem tudom, fedél a fejem fölött volt, mit ennem volt, cipőm volt, ezek, figyelj, ezek azért más összetenni a kezét, hogy olyan helyzetben lett volna, mint én. Ez mindig viszonyítás alapja, nem, hogy ki miben van. Persze. Ja. De talán ezt tudnám, ez jutott most így eszembe. Jó, hát figyelj, én nekem nagyon tanulságos volt, és végre, már egy képernyőn leszünk, és látni fogják, hogy... A különbséget. Jó, nem inkertes, hogy egy petélyűek. Ahol bátyám amúgy lehetni a kábratyasz. Tehát csináljuk így. Ennyi. Kész. Köszönöm, hogy itt voltam. Köszönöm, hogy eljöttem. És nektek meg annyit mondok, hogy ez volt ugye a Szembeszólj Podcast. Iratkozzatok föl, kis harang, bekapcsolás, komment, megosztás, share, like, sör, like, share, like. Sziasztok. Ciao.